Ovako prijatan početak Bete Hronike nije slučajan. Hiljadita emisija kreće u svoju realizaciju u prijatnom ambijentu restorana Gurman u društvu brojnih gostiju i prijatelja. Na samom početku ja bih ipak u ime svojih kolega želela da se zahvalim vama, poštovani gledaoci, za vreme koje ste odvojili prateći proteklih 25.000 minuta naših emisija. Zahvaljujem i našim sagovornicima koji su se odazivali pozivima da zajedno sa nama vama prenesu ono što je bitno i aktuelno, podsete, ukažu, najave. Naravno, hiljadita emisija ne bi se realizovala da nije bilo one prve, a prva je krenula zahvaljujući saradnji koja je naišla na obostrano zadovoljstvo, verujemo, na razumevanje dve strane. Lokalna samouprava je našla dobrog partnera u DB Trade Company i evo nas danas da podelimo i ovu hiljaditu emisiju sa vama. Iskreno se nadamo da ćemo biti dobri domaćini, zanimljivi sa brojnim gostima i sadržajima koje smo za vas pripremili. Köszöntöm a kedves nézőket! Nagyon kellemes helyszínen, a Topolyai Gurman étteremben köszöntjük Önöket, és ennek a műsornak apropója van. Ugyanis hosszú idő telt el 2007. június 1-e óta, amikor a Krónika első műsorát vételeztük. Akkor még senki sem gondolkozott azon, hogy valamikor eljutunk az ezredikig, vagy akár az 500. adásig. Azután, mivel téma akadt bőven, munkakedvből és lendületből sem volt hiány, és mindenek előtt a kedves nézők is kitartottak mellettünk, így a Topolyai Önkormányzat hathatós támogatásával, közösen a DB Trade Company-val eljutottunk a mai napig. Csak érdekességként említem meg, hogy tavalyi év folyamán például 365 műsort vételeztünk, tehát az év minden napjára jutott egy. Ennyit bevezetésképpen, most pedig átadom a szót közvállalatunk igazgatónőjének, Dudás Diannának. Poštovani gledaoci, dragi gosti i domaćini, drage kolege. Pripala mi je velika čast da u nekoliko reći pozdravim ovaj skup koji možemo nazvati hiljaditim rođendanom, pošto proslavljamo hiljadito emitovanje emisije Bačko-Topolske hronike. Hiljaditi broj jedne emisije je sam po sebi veliki podvig, a hronika je protekli godina prezentirala 1000 mogućnosti, 1000 životnih priča, 1000 novina. Mislim da nema mnogo lokalnih medijskih kuća koje se mogu pohvaliti takvim rezultatom i zato smo veoma ponosni da smo se tim povodom sakupili ovde u restoranu Gurman. Želela bih da čestitam našim vrednim kolegama koji su radili na emisiji, pratili i pokrivali dešavanja u Bačkoj Topoli. Znam da je ovo današnje veče i njihov praznik, a znam i to da ovoliko truda nisu uložili samo zbog toga da bi jednog dana dobili pohvale, nego zato što su smatrali svojom obavezom da informišu, da budu informatori ovog grada i naravno da emisija doživi tako dugi vek. Štabu Hronike želim još mnogo vrednih rezultata u svom uspešnom radu, a sada da uživajmo u programu. Tisztelt nézőink, kedves vendégeink, kedves vendéglátónk és kedves kollégáim! Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy néhány szóval bevezessem ezt az összejövetelt, amelyet én ezredik születésnapnak neveznék el, mivel hogy ma érkeztünk el a Topolyai Krónika ezredik adásához. Szerintem az 1000 szám már önmagában
egy nagy számot jelent, és ez a műsor az elmúlt időszakban 1000 újdonságot, 1000 új életutat foglalt magába és szórakoztatta a nézőinket. Nem túl sok lokális médiaház dicsekedhet egy ilyen hasonló eredménnyel, és ezért is vagyunk nagyon büszkék erre a mai estre, hogy ez itt létrejöhetett. Én szeretnék gratulálni a kitartó munkatársaknak, akik lekövették a topolyai eseményeket, és szórakoztatták a nézőinket. Tudom, hogy ez a mai est az ő ünnepük is egyben, és tehát nem csak azért dolgoztak ennyit, hogy egyszer dicséretet kapjanak, hanem azért is, mert kötelességüknek érezték, hogy tájékoztassanak is a város krónikásai legyenek. Én ezen szeretnék a stábnak további sikereket kívánni, és élvezhetjük az előttünk álló. Egeresi Sándor a tartományi képviselőház elnöke az első beszélgetőtársam, aki bokros teendői ellenére is elfogadta meghívásunkat. Mindenek előtt szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nekem pedig a nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hogy elsőként gratulálhatok az 1000. adáshoz. Természetesen nem még ezzet, legalább még 20-szor ennyit kívánok a Rádió Régiónak és az Express Channel csatornának, hogy megéljen, és hogy hasonlóképpen ünnepeljünk, hiszen ez a mai úgy érzem, hogy ünnep mindnyájunk számára, akik követjük a médiát és követjük a híreket, tehát fontos az, hogy itt vagyunk, és még egyszer köszönöm a meghívást, hogy itt lettem. Naravno, ja ću pozdraviti predsjednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, gospodina Šandora Egrešija. Gospodine Egreši, pouzdano znam od svojih kolega da ste vrlo omiljeni ovako u našim krugovima iz prostog razloga što, reći ću, imate taj neki normalan odnos i komunikaciju sa nama. Pa s obzirom da smo mi večeras slavljenici i jubilarci, i da smo pomalo ovako napona profesija, možda i radozani ljudi, pa ću vas pitati, postaviti pitanje na sljedeći način. Da li vas nekad nerviramo? Izvijete, pitanje na što je... Da li vas nekad nerviramo? Ne, nikad. Mene novinari nikad ne nerviraju, posebno kad znam da je reč o Bačkoj Topoli. Vama je poznato da sam ja veliki lokal patriota i najiskrenije volim Bačku Topolu, tu živim sa porodicom i svakako nikad niste me iznervirali i nadam se da nećete ni u sljedećem periodu. Inače, čovjek obavlja javnu funkciju, mora da bude naviknut za komunikaciju sa medijima, komunikaciju sa javnošću. To znači da za mene je čast prvenstveno i zadovoljstvo što prvo i prvo mogu da čestitam vama povodom 1000. emisije BT Hronike, a drugo istovremeno i čast da mogu da budem gost vaše emisije. Naravno, ovo je na neki način bilo šaljivo pitanje ovako za početak.